Másfél éve működik a nevelőszülőképzés a Szent Lukács Görög Katolikus Gyermekvédelmi Központban Nyíregyházán. Az elsődleges cél, hogy a képzésre jelentkező nevelőszülő jelöltek megfelelően tudjanak gondoskodni a rájuk bízott gyerekekről, ameddig szükséges. Ez változó időtartam lehet, míg vissza nem kerül a gyermek a vérszerinti szüleihez, vagy örökbe nem fogadják, esetleg önjogúvá nem válik. A 28 órás előképzést egy 32 órás felkészítés követi, így a teljes képzés 60 órát vesz igénybe. Az első csoportunk az 2016 őszén indult. Jelen pillanatban az ötödik csoportot indítottuk el pont most szombaton, ami azt jelenti, hogy egy csoportban maximum 15 fő lehet. Ez a saját hálózatunkba képezzük őket. Itt a saját hálózat alatt gyakorlatilag a szeretett szolgálatnak három gyermekvédelmi intézménye van. Egy nyíregyházi székhelyű, egy hajdulánási székhelyel és egy debreceni székhelyel. Ezen kívül képeztek már külső szervezeteknek Bakta Lóránt házán és Encsen is, ezért egyre többen érdeklődnek a lehetőségek iránt. Ennek apropóján egy különleges akcióval készülnek. Most egy különös akciót fogunk indítani, ahol ingyenesen fogjuk képezni a nevelőszülőket, mert hogy nyilván ennek eddig is volt egy képzési díja, de most szeretnénk, hogyha egy kicsit népszerűsítenénk ezt a tevékenységet, és úgy döntött a fenntartónk, a Szent Lukács Görög Katolikus Szeretetszolgálat, hogy egy időre egy ilyen akciót szerveznénk, ahol ingyenesen lehet nálunk jelentkezni, és a képzést mi biztosítjuk. A témáról részletesebben a hétfői 35 perc című műsorunkban láthatnak egy stúdióbeszélgetést.